A megfelelő orvosi ellátáshoz a jól képzett szakemberek mellett megfelelő eszközökre van szükség. Ezek az egészségügyi gépek nagy igénybevételnek vannak kitéve. 2012-ben és ez év elején is új eszközöket tudtak üzembe helyezni a mezőkövesdi rendelőintézetben. Az egyik mágneses készülék, amelyet a rendelőintézet rendszeres támogatója, a Magneter FX Kft. Ajánlott fel, az érsebészeten működik, az érbetegségben, cukorbetegségben szenvedők vagy a dohányosok esetében segíti elő a megfelelő vérkeringést. Évvégén is sikerült a önkormányzati támogatással megszerezni olyan eszközöket, amelyek nem túl nagy értékűek, de nagyon fontosak. Például EKG-t sikerült beszereznünk a fizikoterápia, ami nagyon lényeges, egy lézert. Ez azért fontos, mert az eddig lézeres kis teljesítményű volt, egy beteg kezelése nagyon sokáig tartott, és ezáltal ugye itt is az áteresztő képessége lehetett, ezáltal egy betegre kevesebb, vagy több idő jutott, ezáltal kevesebb beteg tudott részt venni. És most ez az új lézerkészülék, ez sokkal nagyobb teljesítményű, van rajta lézerzuhany, tehát egyszerre több ponton is tud kezelni. Nagyon fontos ez a készülék azért, mert a különböző mozgásszerű betegségeknél, különböző idegrendszeri, például arcidegzsábánál is nagyon nagy segítséget tud nyújtani a betegek kezelésében, és plusz itt még, amiről beszéltem, ez a Magneter készüléket, ezt gratis kaptuk a forgalmazótól, itt is mindenféle érszűkületes problémákban is, plusz fizikoterápiás, tehát izomfájdalom, gerinc probléma, egyéb nagy üzleti problémáknál is hatásos kezelést tud adni, és erre ezt az OEP-ben sikerült elfogadtatni, tehát OEP finanszírozta, mint mágneses kezeléses terápia, tehát szeretettel várjuk a pácienseket, akár háziorvosi, akár reumatológusi beutaló, ugyanez vonatkozik a lézerre is, mert akkor így ki tudjuk használni ezeknek a gépeknek a kapacitását. Az egészségügyi rendszer átalakításával számos intézményt átvesz az állam. Az adóssággal rendelkező egészségügyi létesítmények kötelező jelleggel állami fenntartásúakká válnak. Dr. Tóth József, a Városi Rendelőintézet orvosigazgatója arról tájékoztatott bennünket, hogy az intézménynek nincsenek adósságai, stabilan gazdálkodik és működik. Mezőkövesd önkormányzatának képviselőtestülete előreláthatólag a februári ülésén dönt arról, hogy önkormányzati fenntartású marad a rendelőintézet.